Gőzerőbe folyik a munka a felújított szennyvíz tisztító telepen Bátaszéken. Azáltal, hogy több település rész továbbá Báta szennyvizét is itt tisztítják meg és dolgozzák fel, megközelítőleg 15%-kal több szennyvíz érkezik a bátaszéki telepre a nyár vége óta, mondja Péter Géza, az Erőv ZRT dél-dunántúli régió vezetője. Ugye összességében egy olyan 320-330 bekötésről beszélünk, ami ebből ugye Bátaszéken 150 darab készült el, Köves, Lajvér, a Gauzer telep, illetve az Orbán-hegyi úti ingatlanok kerültek csatornahálózattal ellátva. Ezeken a település részeken ugye október közepétől megindultak a rákötések. Eddig 50 bátaszéki ingatlant kötöttek rá a szennyvíz elvezető rendszerre, és Bátán is nyílik erre lehetőség. Mindenre egy közel 800 millió forintos beruházásnak köszönhetően került sor. A két éves munka a nyár végén zárult le. Bátaszéken két részből áll a projekt, egy szennyvíztisztító felújításából, korszerűsítéséből, illetve a szennyvízhálózat kiterjesztéséből, 100%-os befejezéséből. Bátatelepülésen nincsen szennyvíztisztító, ugye az a szennyvíz is átjön Bátaszékre, ott pedig a csatornahálózat befejezéséről volt szó. Tulajdonképpen két éven keresztül ezt csináltuk. Közel 2,5 kilométer csatornát építettünk Bátán, és egy 180 bekötést Bátaszéken. Rövidebb, itt 800-900 méter csatornát építettünk, meg egy 150 darab bekötést. Azt gondolom, hogy gördülékeny volt, talán szerencsénk is volt az időjárás miatt. A helyreállításokat, ahogyan kérték, azokat megcsináltuk. Amit lényegesnek tartok még, hogy a szennyvíztisztító próbaüzeme, az február elején elindult, és augusztus végén lezárult, tehát szeptemberben projekt rész zárást tartottunk a szennyvíztisztítóval kapcsolatban. Ezért tudják a üzemeltetők a lakosságot értesíteni a rákötés lehetőségéről. Hát amit még elmondanék, hogy az egész projektnek a befejezési határidője az 2020. augusztus, tehát igazából jó 3/4 évvel korábban teljesítettük a kitűzött feladatot. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere azt mondja, nagy hiányosságot pótolt ez a beruházás, amivel környezetvédelmi célokat is szolgálnak. Műszakilag teljesen kész állapotban van a rendszer. Mi már a nyár derekán kora ősszel elkezdtük a Bátaszék közigazgatási területén lévő ingatlanoknak a rákötését, hiszen a kivitelező készre jelentette műszaki szempontból. A szolgáltató tájékoztatása alapján mintegy 150-nyi lakóingatlanból egy 50 már igénybe is vette a szolgáltatást, tehát műszakilag is rákötött a rendszerre, a többiek folyamatosan valószínűleg a következő év tavaszán ezt megteszik, illetve hát Bátán is a jövő héten megkezdődik a rendszer üzemszerű működtetésének átvétele, és megnyílik a lehetőség a lakosság részéről, hogy rákössenek a szolgáltatásra. Azt gondolom, hogy a tapasztalatok alapján egyrészt mind a két település 100%-ban csatornázottá vált, ezzel a környezetvédelemhez is jelentősen hozzájárultunk ebből a szempontból is, illetve a telep korszerűsítésével a telep által kibocsátott szennyvíz is már gyakorlatilag minden értékben határérték alatti. A Bátaszéken és Bátán lezáruló beruházás egy országosan zajló program része, 6,2 milliárd forintból 22 település szennyvíz problémáit oldják meg.